Üdvözöllek, szerbusz! Kossuth Lajos, vajon ő az igazi árulója 1848-49-nek? Ez a témakör az egyik előadásom, melyben pontosan Görgei az áruló mítosznak a hipotetikus, sokszor mai napig is akár még hallható vágyait oszlattam el, és a komment szekcióban egyre több személytől, egyre több olvasótól, követőtől megjelentek olyan jellegű bejegyzése, hogy hát az én szememben azért Kossuth az igazi sáros alak, ő az igazi áruló, stb. Na de hát akkor adja magát a témakör, nézzük meg Kossuthnak a helyét és a szerepét, hogy a mitizált képet, amely ahogy anno Görgeire és rá ragadván sokáig élt Görgei helyét és szerepét illetően, most újra úgy látom, hogy talán Kossuthra is már egy picikét kezd ráégni egy-két olyan billog, amely nem feltétlenül állja ki a történettudományi hitelességnek a különféle módjait. És a különféle módjait alatt azt értem, mert fontolatos megfogalmazásban, hogy a források ezt alátámasztják-e az áruló vádat, vagy nem? Nézzük meg akkor a kontextusok tükrében, hogy mi erre a kérdésre a válasz. Kossuth Lajos, ha fogalmazhatok így, a csúcsligában játszott, egy arany nemzedéknek volt az egyik legkiemelkedőbb tagja. Egy olyan nemzedéknek, ez a reformkor nemzedéke, ahol ott van egy Batthyány, egy Széchenyi, egy Eötvös, egy Deák, és még sokan mások, egy kiváló nemzedék. Ebben a nemzedékben természetesen voltak politikai, hogyan tovább nézeteltérése, lásd például a Kossuth-Széchenyi vitát, de abban nem volt vita, hogy mi a cél, az ország polgári átalakításának elősegítése, a haza, a haladás elősegítése, és ehhez kellett a feltételeket megteremteni. És Kossuth is ebből kivette a részét. Mindjárt mondom a részleteket. Kérlek, Kossuth egy kiváló rétor volt, rendkívül jó szónok volt. Ez azért nagyon fontos, mert az a politikai átalakulásnak a gondolatát a hétköznapi ember elméjébe is el tudta ültetni. Ugye a tudósítások révén is ebben ő azért élen járt, és nagyon fontos volt, hogy ő úgy kommunikál, hogy a hétköznapi ember is értette. Tehát nagyon sokan, ugye, akik magasabb arisztokrata körökből származtak, olyan szinte filozófikus magaslatokban fogalmaztak, hogy egy egyszerűen ember nem értette. Kossuth a maga kis monoki kastélyában, mint kisnemes, onnan származott, ugye, Észak-Kelet-Magyarországról, ő egyszerűen fogalmazott, mégis nagyszerűen. A Kossuth-Széchenyi vita sokak által ismert, de az, hogy mégis egy irányba ment mind a két személy, talán egy idézettel tudnám legjobban leírni, melyben Kossuth az idézet végén úgy fogalmaz, hogy Széchenyi a legnagyobb magyar. De ezelőtt, a megfogalmazás előtt van egy olyan leírása is, és ez gyönyörű, hogy Széchenyi azért nagy, azért a legnagyobb, mert ő a magyar emberek, a magyar folyamatok ütőerére rátette az ujját, érezte a lüktetés, és ez a lüktetés érezvén próbálta előre vinni az országot. Ő a jövőbe vitt előre az országot, és ezért a legnagyobb magyar. És Kossuth mondta róla a vitájuk ellenére. Tehát ez sok mindent elmond. Kossuth egyébként mi az, amiben elválaszthatatlan a szerepe a magyar polgári fejlődés kivívásában, elérésében? Ez a jobbágy felszabadítás. A jobbágy felszabadításnak az oroszlán részét Kossuth harcolta ki, Kossuth teremtette meg ennek a strukturális kereteit. És ez, most idézem Csorba Lászlót, kiváló történészünket, természetesen egy pici demagógiát tartalmaz a következő megállapítás, de a ténye nem változtat. Amikor a forradalmi szabadságharcban a parasztok bevonultak a magyar ügy érdekében, akkor félrejtés ne essék, de ők nem a Lánchídért
ők nem a Magyar Tudományos Akadémiáért, ők nem a lovos kultúráért, az angol védszín megjelenéséért vonultak be, hanem azért, mert jobbágy felszabadítás révén szabad emberek lettek. Ennek mondtak köszönetet, és ezt Kossuthnak köszönhették elsősorban. Úgyhogy ezt azért nagyon fontos látni. Továbbá, Kossuth kiváló technokrata volt, pénzügyi szakember volt, azért nem volt könnyű dolga pénzügyminiszterként, hiszen ugye az osztrák fél gyakorlatilag próbált mindent úgy alakítani, hogy Bécsnek jó legyen, azért a magyar részre picit nehezebb legyen a mozgásteret kialakítani, de ebben is meg tudta állni a helyét Kossuth, és ő egy olyan egzisztenciális keretrendszer tudott kialakítani, amely a magyar polgári átalakulásnak lesz az anyagi háttere részben, illetve a magyar forradalmi szabadságharcnak lesz az anyagi háttere. Hiszen forradalmat és szabadságharcot lehet kirobbantani, de közép-hosszú távon mivel lehet fenntartani? Pénz, pénz, pénz. Hogyha az nincsen, akkor nem tudod az egész folyamatot levezényelni. És Kossuth teremtette meg ennek a financiális hátterét, mert remek technokrata volt. Na és akkor innentől kezdve haladunk egy kicsikét már az érzékeny. Ezek a történelmi tények, ezek elvitathatatlanak, hogyha Kossuthról beszélünk. És innen haladunk tovább egy apró kortyolásomat követően. Rendben van. Azért még azt is el kell mondani, mielőtt rátérünk az emigráció szálra, hogy Kossuth annak is helyesen tekintette át a körülményeit, hogy milyen fontossággal rendelkezik, hogy persze, magyar nép legyen független, meg minden, de ez nem azt jelenti, hogy izoláltan kell függetlennek lenni, hogy mindenkitől próbáljuk magunkat elzárni, és mindenkit próbálunk magunktól elzárni, hiszen a Duna folyása mentén gyakorlatilag történelmileg össze vagyunk zárva. Ugye ez lesz a Dunai Konfederáció koncepciója, hogy a térség mentén, vagy a folyás mentén lévő térségekben lévő népeket össze kell valahogy fogni, kooperálni kell. Bocsánat, később ez lesz a V4-ek koncepciója, tehát azért ugye ez nem egy ismeretlen. Illetve, hogyha 1848. március elejére gondolok, harmadikán, ő Pozsonyban tartott egy olyan beszédet, ahol azt mondta, hogy az államnak, most itt ugye az osztrák félt értem ez alatt, minden nemzetiségének kell, hogy alkotmányt adjon. Ez akkora, de akkora pozitív fogadtatással jelent meg, hogy ez Bécsben újjongtak az emberek. Bécsben azonnal lefordították németre. Ez megint a náció közötti párbeszédnek az elősegítését volt hivatott szolgálni, mert máskülönben nem megy. Tehát ugye egyébként egyedül lennénk. Tehát ezt látni kell, hogy van egy nagy germán vonal, van egy szláv vonal, ott van a kis magyarság, és hogyha nincsen a térségbeli nációkkal, hatalmakkal valamilyen dialógus, akkor a herderi jóslat, hogy el fogunk veszni, fog beteljesedni. Kossuth ezt is látta. És még sokan mások természetesen. Na jó, akkor innentől kezdve melegítsük elő, vagy előmelegítettük a tényezőket. Ezek történelmi tények, és Kossuthról, amikor beszélünk, ezen előbbi pontokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ezt mindig szem előtt kell tartani, amikor Kossuthról beszélünk. Na és akkor ott vagyunk az áruló kérdés körnél, hát ugye ezt ő indította el szépen Görgeire, amikor a forradalmi szabadságharcot leverték ugye az oroszoknak a megjelenésével. Egyébként amikor a szabadságharc jó szakaszában volt például a tavaszi hadjárat 49-ben, akkor ugye rózsás volt, ugye ilyen szép rózsaszín volt, mint az én nyakkendőm, a kapcsolatuknak az szimbolikus leírása. Ugye Kossuth és Görgeinek, amúgy Görgei kvázi ő emelte színpadra, és hát amikor viszont egy kicsikét rosszabbak lettek a körülmények, akkor a Zakó színéhez hasonló sötétté vált a kapcsolatuk, és rögtön megszületik a Vidini levél Kossuthtól, amiben árulózza szépen Görgeit, és innentől kezdve a történet érdekessé válik, hiszen ő megy majd emigrációba, Görgei meg itthon fog maradni, és hogy hogyan fordul a kocka, és helyeződik Kossuthra az áruló vár. A következő előadásomban ezt fogom szépen bemutatni. Üdvözöllek!